A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Szent Istenünk, köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztus felhatalmazása alapján. Magasztalunk téged, aki ura vagy minden testnek, aki teremtettél mindent, ami létezik, aki irányítod a történelmet, és akinek mégis fontos a mi kicsi életünk is. Áldunk azért, hogy gondot viseltél rólunk az elmúlt héten. Köszönjük, hogy körülvettél oltalmaddal, hűségeddel, mint egy pajzssal. Köszönjük, hogy igédben olyan fontos ismereteket is közölsz velünk, amik teljessé tehetik az életünket. Köszönjük, hogy titkokat jelentesz ki, amiknek az ismeretében sokkal emelkedettebb lehet az életünk. Bocsásd meg, ha nem a te igéd szerint éltünk az elmúlt héten. Bocsásd meg, ha nem természetes még számunkra, hogy kérdezünk téged, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Bocsásd meg, ha nem merjük teljes bizalommal, imádságunkban eléd tárni a kívánságainkat. Vagy ha elmondjuk, és mégis aggódunk és szorongunk, mert nem hisszük igazán, hogy te Isten vagy, mindenható és végtelen irgalmú. Szabadíts meg minket ettől a hitetlenségtől. És beszélj most úgy hozzánk, hogy a kételjeink helyére bizonyosság költözzék a szívünkbe. Hogy a kis hitűség helyett erős hittel tudjunk a te ígéreteidben megfogózni. Úrunk, te ismered mindannyiunk terheit, bánatát, szükségeinket, kétségeinket. Te sokkal jobban látod azt a te méredek nyomorúságot, ami körülvesz bennünket, és ami miatt szenvedünk mi is. És te látod azokat a nyomorúságokat is, amiket mi okozunk, akarva vagy akaratlanul egymásnak. Irgalmasan hajolj most közel hozzánk, enyhítsd a nyomorúságot, mutasd kiutat, adj megoldást, adj érdemi választ a kérdéseinkre. Téged kérdezünk, neked panaszkodunk, tőled várunk bocsánatot, benned reménykedünk. Könyörülj rajtunk, hogy ez a reménység ne szégyenítsen meg. Szólj hozzánk most egészen személyesen, és a te szent lelked tegye meggyőzővé, hitelessé az igét, és a te szent lelked bátorítson minket, hogy merjünk annak megfelelően élni. Amen. Isten igéjét Rút könyve második részének első 13 verséből olvasom. Rút könyve második részében így szól Isten igéje. Volt Naóminak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, jómódú ember az Elimélek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a Moábi Rút Naóminak: hadd menjek ki a mezőre kalász szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi azt felelte neki: eredj, lányom. El is ment, és kiérve a mezőre, szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimélek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és ezt mondta az aratóknak: az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki: áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt: ki ez a fiatalasszony? A legény ezt felelte: az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött Moáb mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. Ekkor ezt mondta Boáz a útnak: hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni. Ne is menj innen máshova, hanem maradj a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk.
Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arca borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Részletesen elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvígasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Múlt vasárnap a gyermekek munkatelve szerint Rút könyvének az elejéről beszéltünk. Egy kedves idős testvérünk azt mondta, hogy akkor már érdemes lenne folytatni, és a könyv közepéről, meg különösen a végéről is beszélni kellene, hiszen ott egy nagyon fontos lehetőségre hívja fel Isten a figyelmünket. S valóban az a Rút, aki pogányként minden esély nélkül érkezett meg Izrael földjére, ott ezzel a nagy lehetőséggel élve igen szép karriert futott be. Hogyan csinált karriert, Rút? Eszembe jutott egy édesanya, akik többek hallatára egyszer így fogatkozott, én a fiamnak olyan karriert csinálok, hogy mindenki megirigyelheti. Meredeken emelkedőt, dicsőségeset, kerül, amibe kerül. Némelyek csodálkozva néztek össze, mert a fiúcskáról az éppen lezajlott szülői értekezleten nem sok jót tudtak mondani a tanárai. Nos, hogyan lehet karriert csinálni? Erre a kérdésre keressünk ma választ Rút könyvéből. Előbb azonban azoknak a kedvéért, akik nem ismerik, vagy régen olvasták a történetét, megpróbálom röviden összefoglalni. 3000 évvel ezelőtt a bírák korában Betlehemben élt egy család, a szülők és két fiú. Az éhség idején úgy döntöttek, hogy elmennek a szomszédos Moáb földjére, ahol bővebben volt kenyér. Ott az apa nem sokára meghalt. Az édesanyja egyedül nevelte a fiait, akik felnőve megnősültek, s odavalósi moábita lányokat vettek feleségül. Nem sokkal a házasság kötésük után a fiúk is meghaltak. Ott maradt a 3 özvegy, anya és 2 menye. Naomi akkor úgy döntött, hogy visszamegy Betlehembe, és a menyeit arra biztatta, hogy maradjanak otthon, fiatalok még menjenek férjhez, legyenek boldogok. Ők azonban vele akartak menni. Elindultak 3-asban, aztán múlt vasárnap láttuk, hogy Naomi még egyszer bátorította őket útközben, és akkor az egyikük visszafordult, visszament az ő népéhez és isteneihez, a másikuk Rút, ott mondta el azt a gyönyörű, azóta szállóigévé vált vallomást, ahova te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, Istened az én Istenem, csak a halál választ el engem tőled. Így érkeztek meg mindketten Betlehembe, ahol az emberek körbe csodálták és megsajnálták Naomit, hogy hogy tönkrement az elmúlt évek alatt. Naomi ezzel indokolta, egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Amikor hazaértek, semmiük és senkiük nem volt ott, nem tudták, hogy mihez kezdjenek. Abban az időben minden nőről egy férfinek kellett gondoskodnia,
vagy az apja, vagy a férje, vagy a legidősebb fia. Nekik nem volt se férjük, se gyerekük. Éppen akkor kezdődött az altás, és ahogy most olvastuk, Ruth hozzálátott a legszegényebbek munkájához, a tarlón összeszedegette az elhullajtott kalászokat, és esténként kivelte belőlük a szemet. Mennyi gabonát lehet így egy nap alatt összegyűjteni? Vajmi keveset, de Ruth minden este boldogan vitte haza anyósának, hogy ma is sikerült valamennyit hoznia. Az a gazda, akinek a földjén először szedegetett, meghatódott azon, hogy hogy gondoskodik az anyósáról, és ahogy most olvastuk, megengedte, hogy folyamatosan az ő szolgái után gyűjtögesse a kalászokat. Később kiderült, hogy ez a gazda, bizonyos Boáz, távoli rokonuk Naomiéknak. Abban az időben volt egy nagyon fontos intézmény, a sógorházasság, aminek a lényege az volt, hogy ha özvegyen maradt valaki, a férje meghalt, akkor a sógorának, vagy az utána következő legközelebbi rokonnak illett feleségül vennie. Elvileg kötelező volt, de hogyha nagyon nem akarta, megtagadhatta. De illett feleségül vennie az özvegyet azért, hogy az elhunyt izraeli férfi neve fennmaradjon a születendő utódokban. Az utódok az elhunyt gyerekeinek számítottak. Ezért sem szívesen mentek bele sokszor az ilyesmibe az emberek, de ez egy nagyon fontos szociális intézkedés is volt, mert így arról az asszonyról gondoskodtak. Nos, ez a sógor házasság jut eszébe Naominak, és mivel Boáznál egy közelebbi rokonuk is volt, és az nemet mondott, Boáz feleségül vette Ruthot, és gyermeke is született tőle. Ez Ruthnak a karrierje. Nulla eséllyel érkezett meg Izrael földjére, jött-ment volt, idegen, még hozománya se volt, kilátástalannak tűnt a jövője, és egyszer csak feleségül veszi egy módos gazda, aki ráadásul még finom lelkű férfi is volt. Anya lesz, ami akkor minden asszonynak a szíve vágya volt, és nem is akárki lesz Ruth gyermeke, mert az ő gyermekének az unokája lett Dávid király. Ruth tehát Dávid király dédanyja, és így a megváltó Jézusnak is egyik ős anyja lett. Valóban szép karrier. Hogy csinálta ezt Ruth? Nos, éppen erről szól ez a kicsi könyv, és pontosan erre utalt a mi testvérünk, akit említettem, hogy nem Ruth csinálta ezt a karriert. Ezt Isten készítette el neki úgy, ahogy volt, mindenestől, elejétől végig, és az események során csodálatosan kibomlott lépésről lépésre Isten örök terve. Maga Ruth is csak csodálkozik rajta, és a könyv végén felharsan a csodálatos, erőteljes finálé, áldott az Úr, aki nem hagyott engem támasz nélkül. Akinek van szeme a látása, hogy tudnélik a láthatatlanokat is látja, a látható események felszíne mögött, az fölismeri az események alanyát. Áldott az Úr. Ő tervezte el, ő valósította meg, ő készítette mindent, ő adta a kezembe, még hitet is ő adott, hogy lépésről lépésre elfogadjam, amit ő ad, próbát és áldást egyaránt, és most ő ad a szívembe dicséret mondást, áldott az Úr mindazért, amit tett, áldott még azért is, hogy áldani tudom őt. És nem lelkileg süketen vakon élek a világban, akit dobálnak, taszigálnak az események, és értetlenül ütközik, hol ilyen, hol olyan falba. Nem Ruth csinált magának karriert, hanem, most már mondjuk inkább magyarul ezt a szót, ezt a sikeres pályafutást, ezt az emelkedő előmenetelt Isten készítette el neki,
ő csak tudomásul vette, elfogadta, és áldotta érte az Istent. Van-e ilyen ma is? Van. Sokan elmondhatjuk egészen konkrétan, hogy Isten ma is pontosan így készíti el az övéinek az útját, és azon az úton a próbákat és az áldásokat. És ma is így ismerheti fel a hívő ember Isten munkáját. És ma is úgy történik ez a gyakorlatban, ahogy akkor ott Rút életében történt. Néhány pontjára hadd hívjam föl különösen is a testvérek figyelmét, hogyan csinálja ezt Isten. Először azt láttuk, hogy Isten időzítette az eseményeket. Ezért is fontos, hogy lassan olvassuk a Bibliát, és a jelentéktelennek tűnő szavaknál is álljunk meg és gondolkozzunk el, mert ilyeneket olvasunk itt az első rész végén, meg a második rész elején. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött a menye, a Moábi út is, Moáb mezejéről. Éppen az álpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Éppen akkor. Miért nem előbb, miért nem később? És a folytatásban is ezt olvassuk. El is ment Rút, és kiérve a mezőre szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimélek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Ő teljesen tájékozatlan volt, ahol éppen aradtak, oda ment és engedélyt kért. Ez akkor meg volt engedve, hogy a szegények a mezgélést, a böngészést elvégezzék a szüretelők meg az aratók után. De történetesen éppen a Boáz mezeire. Miért nem a szomszédéra? Egy, két, vagy három, vagy akár négy szomszédja is lehetett neki. Attól függően, hogy volt határos. És a folytatás is. Éppen akkor ment ki Boáz Betlehemből, és megkérdezte az aratókat, ki ez a fiatalasszony. Éppen akkor, éppen úgy, éppen azzal találkozik az, akit Isten magának kiválasztott, és meg akar ajándékozni. Mert Isten ura az eseményeknek. Ő rendez találkozásokat, ő véd meg egy bizonyos időpontban bekövetkező veszedelmektől, ő indít arra, hogy akkor menjen, oda menjen, azt csinálja az ember, aki maga egyelőre még nem is tudja, hogy egy örök nagy isteni terv valósul meg most, ő csak engedelmeskedik mindig az éppen érkező isteni indításnak, mert Isten gyermeke megszokta, hogy ura neki is az Úr, és engedelmeskedik neki. Senki sem sejti itt, hogy házasság lesz ebből. Ez egy teljesen képtelen gondolat lett volna. Egy senkiházi, idegenből jött pogány lány, majd éppen egy ilyen módos gazda veszi feleségül. Ez senkinek eszébe sem jutott volna, de ez a frigy Istennél már készen volt. Csak ki kellett várnia a Rútnak, hogy elérkezzék az az idő, amikor itt a földön is megvalósul. Ő nem ezt várta, mert ez eszébe sem jutott. Ő tette a dolgát, végezte a munkáját, olvastuk, hogy hajnaltól napestig hajladozott, maguk a munkások állapítják meg, hogy alig pihent egy keveset, ő végzi azt, amit kell, gondoskodik idős anyósáról, megfogja a munka végét, nem riad vissza a megalázó, a legszegényebbeknek fenntartott munkától sem, él azokkal a lehetőségekkel, amik adva vannak, és közben az egész életét Istenre bízta. Őt most nem az izgatja, hogy minél előbb férjhez menjen, lehet, hogy arról le is mondott. Nem tudjuk, hogy lemondott, nem mondott, ez nincs benne az igében. De nem ez foglalkoztatja. Teszi mindig azt, amit éppen kell, de az egész élete és minden tevékenysége, minden vágya és minden gondolata az élő Istenbe vetett bizalomba van beleágyazva. És ebben a közösségben zajlanak a dolgai, ebben a közösségben képes észrevenni, hogy most menni kell, most éppen itt kezdjem el szedegetni, vezeti őt, sokszor úgy, hogy ő maga nem is tudja, az az Isten, aki nagyon szereti őt. Isten hívő gyermekei ma is naponta tapasztalják azt, hogy Isten ura az eseményeknek, és ő időzíti az eseményeket, és erre nyugodtan lehet számítani.
Ezt a hívő imádságban nyugodtan lehet kérni. Ebben a mindenható Istenben nyugodtan bízhat ma is mindenki. Nem úgy, hogy mi kezdjük el mozgatni őt, hogy mi nagyon jól tudjuk, hogy mikor, mit, hogy kell időzíteni, és ő jöjjön és segítsen be. Ez Isten káromlás. Ő nem segédmunkás. Ő ennek a világ mindenségnek az ura. Ő fog be engem az ő munkájába. És ő mondja meg nekem, hogy mikor, minek van az ideje. És ha valaki kész alázatosan és bizalommal beilleszkedni az ő tervébe, az látja ezeket a csodákat. Isten tehát időzíti az eseményeket. A másik, ami nagyon világos ebből a kis könyvecskéből, hogy Isten adja a gondolatokat az embereknek. Itt ő adta Naóminak azt a gondolatot, hogy leányom, menj el és figyelmeztesd Boázt, hogy neki van rokoni kötelessége, döntse el, hogy elvesz vagy nem, mert ő a legközelebbi rokon. És Isten adja Boáznak azt a gondolatot, hogy egyáltalán észreveszi, hogy mi történik itt, hogy ez a pogány lány milyen megható szeretettel gondoskodik az anyósáról, hogy ennek olyan emberi értékei vannak, ami kevés emberben van, egyelőre csak ezt megállapítja, sehol semmi szerelem, érzelem, házassági szándék. Aztán később megjön az is, mert Isten indítja őt erre. Nagyon szépen le van ez írva itt a második és harmadik fejezetben. Itt valamit hadd jegyezzek meg, mert ezen mindenki fenn szokott akadni, aki elolvassa a Rút könyvét, hogy ilyen tanácsot ad Naómi Rútnak, hogy menjen ki éjszaka vagy hajnalban, és úgy figyelmeztesse Boázt ott a mezőn a kötelességére. Ez az akkori korban teljesen megszokott, legális, tiszta módja volt annak, hogy valakit a rokoni kötelességére figyelmeztetni kell. Hadd mondjam ki magyarul, mert mindig ezt szokták mondani. Rút ott a mezőn nem lefeküdt Boázzal, hanem a rokoni kötelességére figyelmeztette. Hogyha akar, akkor éljen vele, mert hogy oda feküdt a közelébe. És ami fantáziánk, ami a fantáziánk a jellemző, és nem a bibliai történetre, mindjárt ebbe az irányba indul, hogy mit csinálhattak ők ott. Jellemző, hogy másnap Boáz mindjárt a vének elé megy, akik ott a kapuban ültek, tehát a hatóság előtt akarja tisztázni, hogy mi a szándéka. Oda hívja, oda jön a legközelebbi rokon is, elmondja neki a helyzetet, megkérdezi, hogy hajlandó-e ő gondoskodni Rútról. Jellemző, hogy a legközelebbi rokonnak Naómi földje kellene, de Rútot nem akarja feleségül venni. És mondják, hogy ez csak együtt megy. A törvény azt mondja, hogy megkapod az elhunytnak az ingatlanjait, de feleségül veszed az elhunytnak az özvegyét, és gondoskodsz róla, és utódot támasztasz neki, mert ez volt a legfontosabb. Ezt ő nem csinálja. Erre Boáz megölül, akkor ő vállalja. Neki nem az ingatlan a fontos, most már Rút a fontos neki, mert most már megszerette ezt a fiatalasszonyt. Tehát minden egészen tisztán, legálisan a nyilvánosság előtt történik, nem kell fantáziálni. Ez ugyanolyan furcsa módja volt a figyelmeztetésnek, mint amilyen furcsa módja volt az, amit szintén olvasunk itt, hogyha ketten megegyeztek valamiben, annak a bizonyságaként egyikük levette a saruját és odadta a másiknak. Hát azt hiszem csodálkoznának a testvérek, ha itt a templom előtt megegyeznénk valamiben, aztán kezet fognánk, és az egyik lábamról levenném a cipőmet, és ennek bizonyságaként átnyújtanám. Ez ugyanolyan szokatlan furcsa, mint az, ahogy a Naómi tanácsára Rút Boázt figyelmeztette. Az egészből azonban az a nyilvánvaló, hogy Isten irányítja az érintettek gondolatait. Naóminak eszébe jut az, hogy miközben zajlanak az események, Boáznak eszébe jut az, hogy, és mindketten alkalmasakká válnak arra, hogy beleilleszkedjenek Isten kegyelmes tervének a megvalósulásába. És a harmadik, amit még szeretnék a sok megfigyelni való közül megemlíteni, hogy Isten ad áldást mindazokra, akik figyelnek rá, és feltétel nélkül engedelmeskednek neki. Így lesz otthona ennek a két özvegynek, így lesz biztos megélhetésük, és így születnek gyermekei is még Rútnak.
Nem véletlen az, hogy a könyv végén mindketten Istent magasztalják, ezt olvassuk itt. Elvette tehát Boáz Rútot, felesége lett neki, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naóminak. Áldott az Úr, aki nem hagyott téged most a rokoni támasz nélkül. Legyen híres az ő neve Izraelben. És valóban híres is lett. Tehát Isten időzíti az eseményeket, Isten ad olyan gondolatokat, hogy az engedelmességgel kész ember használható legyen az ő számára, és Isten ad áldást. És mit tett mindezért Rút? Nagyon világosan kell látnunk, hogy ezért semmit sem tett Rút. Nem is tudta, hogy ez lesz a végeredmény. Ő nem ezért tett valamit, inkább azt kellene megkérdeznünk, hogy hogyan élt, vagy hogyan gondolkozott eközben Rút. Úgy, hogy tudomásul vette a helyzetét. Elfogadta Istentől az özvegységét, a kiszolgáltatottságát, igyekezett beilleszkedni az új körülmények közé, egy másik nép, másik kultúra várta őt ott. Az az Isten, akiről csak Naomitól hallott, az most még közelebb jött hozzá, ott látta, hogy hogyan tisztelik az élő Istent. Aztán megfogta a dolog végét, nem nyafogott, nem várta, hogy más tegyen érte valamit, hanem ő élt az adott lehetőségekkel, közben megfogadta az anyósának a tanácsát, és ragaszkodott Istenhez. Ragaszkodott hozzá akkor is, amikor meghalt a férje. Nem az öklét rázta, hogy milyen Isten az, aki ezt megengedi, hanem még jobban odabújt az élő Istenhez, mert még jobban rászorult a szeretetére. És ragaszkodott hozzá akkor is, amikor a sógornője hátat fordított ennek az Istennek, pedig úgy tűnt, hogy ő is hinni kezd már Istenben. Ő visszament a maga isteneihez, Rút ebben a helyzetben is azt mondja Naóminak, hogy Istened az én Istenem. És ragaszkodik hozzá otthon is, amikor ilyen kilátástalan helyzetbe érkeznek meg. Senki nem tudja, hogy mi lesz velük, merre vezet kiút ebből a helyzetből. Isten tudja. Ott van benne az a csöndes bizonyosság, hogy Isten, Isten, ma is, holnap után is. Nem neki kell kezébe vennie élete eseményeinek az igazgatását, hanem egyre jobban Isten kezére kell bíznia magát, anyósát, egész sorsát és jövőjét. Ragaszkodott Istenhez. Ez a titka az ő életének. Mert azoknak, testvérek, akik komolyan ragaszkodnak Istenhez, ő valami hatalmas nagy ígéretet adott. A 91. Zsoltár végén így olvashatjuk ezt. Ezt mondja az Úr, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Mivel ragaszkodik hozzám? Nem teljesítményekről van szó, hogy így élt, úgy élt, ezt csinált, azt csinált. Küszködött szegény abban a nyomorúságban, amiben volt. De akármilyen helyzetbe került, ragaszkodott Istenhez. Semmi meg nem zavarhatta az élő Istennel való közösségét. Sőt, még a veszteségek is közelebb vitték hozzá. A váratlan ajándékok meg még inkább hálára és dicsőítésre indították őt. És mivel ragaszkodott hozzá, ezért Isten az ő ígéretét beteljesítette. Mert ő tudja, hogy mit ígért. Ő nem felejti el. És aki ragaszkodik hozzá minden körülmények között, akit senki és semmi nem tántoríthat el tőle,
azt ő kiszabadítja a nyomorúságból, bele is engedi, de kiszabadítja. Azt ő megdicsőíti, az látni fogja az ő szabadítását. Nos, ez az a nagy lehetőség, amiről a mi testvérünk utalt, és amiről a Rút könyve valóban erőteljesen beszél. Az a lehetőség, amit Boáz így fogalmazott meg Rútnak, mikor először találkoztak, fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. A világ nem ismeri ezt a lehetőséget. Hadd idézek néhány ide vonatkozó közmondást, illetve szólást, amik félelmesen mutatják, hogy mennyire nem ismeri a hitetlen világ Isten gyermekei életének ezt a nagy lehetőségét. Azt mondja a világ, hogy kapaj, kurta, neked is lesz. Azt mondja, hogy szemesnek áll a világ, vaknak az alamizsna. Azt mondja, hogy segíts magadon, aztán majd az Isten is megsegít. És arról beszél, hogy ki süti a maga pecsenyéjét. A világ azt éli át, hogy magára van utalva, és magára van hagyatva. Ez az Istentől elszakadt ember életérzése, és nem is lehet más. Valóban magára maradt, mert hátat fordított Istennek. Isten nélkül akar élni, akkor magának kell kikaparnia azt, amit meg akar szerezni. Aztán sokszor úgy, ahogy ez az anyuka mondta, hogy kerül, amibe kerül. Még ha a becsületbe kerül, az egészségbe kerül, a házasságba kerül, a belső békességbe kerül, és nem számít, csak a karriert megépítse valaki. És amikor ott van a csúcsán, vagy a csúcsa után, ő maga összeomlott. Megérte? Vagy pedig lehet végezni azt, amit éppen kell, ami a kötelességem, amilyen lehetőségekkel élhetek, és közben ragaszkodom az Úrhoz. És csak azt csinálom, és csak akkor, és csak úgy, ahogyan ő azt az ő igéjében elém adja, és ahogyan arra az ő szent lelkével belülről indít. És akkor lépésről lépésre csodálhatom, hogy ő időzíti az eseményeket, hogy ő ad gondolatokat nekem is, meg másoknak is, mert mindenkinek ura, és ad áldást. Az áldás az a meg nem érdemelt jó, érték, kincs, amiért az ember nem dolgozott meg, amit úgy ráadásként, ingyen, kegyelemből kap Istentől. Áldásodra én kész vagyok. Ez a hívő ember attitűdje, alapmagatartása. És ez nem tétlenséget jelent, közben nem malmozik, hanem jár az esze, mint ahogy a útéknak is, de az Isten lelkétől vezérelt esze. Jár a keze, úgyhogy minden estére kegyetlenül elfárad, nagyon tevékeny életet él, de ez bele van ágyazva az Istenbe vetett bizalomba. Testvérek, ma, amikor olyan sok megoldhatatlannak tűnő nyomorúság van körülöttünk, akkor nagyon nehéz ezt komolyan venni. Sokan vannak, akik társ nélkül, biztos megélhetés nélkül, otthon nélkül, család nélkül, a jövőjüket illetően bármiféle reális reménység nélkül tengetik a napjaikat. Szinte nap mint nap találkozom ilyen emberekkel. Ilyenkor úgy tűnik, hogy könnyű szavalnia erről valakinek, akinek van társa, van otthona, látja értelmét az életének. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy akik benne vannak nyakig ezekben a nyomorúságokban, és megpróbálják hittel járni ezt az utat, és ragaszkodnak az Úrhoz, azok ma is tapasztalják azt, amit itt a Zsoltárban olvastunk,
mivel ragaszkodik hozzám, oltalmazom őt, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és gyönyörködhet a szabadításomban. Próbáljuk ezt ki. Erről nem elmélkedni kell, hanem vagy megkockáztatja valaki, hogy elkezdem így, de ezt csak komolyan és őszinte szívvel lehet elkezdeni, ezzel nem lehet próbálkozni, hogy bejön vagy nem jön. Vagy rábízza valaki magát így Istenre, és akkor a hite látássá lesz, és látni fogja, milyen az, hogy Isten kezébe vette az életét, vagy küszködhet ő nélküle egyedül, lázadhat, keseleghet, és az semmit nem visz előből. Jeremiás síralmaiból jutott eszembe egy mondat, ezzel hadd fejezzem be. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Várni nagyon nehéz, de Rútot is megvárakoztatta Isten. Ő azonban az Úr szabadítására várt. És mi lesz az a szabadítás? Nem tudjuk. És meddig kell rá várnunk? Nem tudjuk. Hát akkor mit tudunk? Azt, hogy ő Úr, és hogy készen van nála az én szabadításom is. És aki elkezd erre válni, és ha türelmetlen, Istennek mondja el a türelmetlenségét, és ha kételkedni kezd benne, neki önti ki a kételjeit, azt még a nyomorúságai is közelebb viszik ő hozzá, és igaz lesz Isten ígérete az életében, aki hozzá kiált, azt kimenti a nyomorúságából, és te dicsőítesz engem, mondja Isten. Imádkozzunk. Bocsásd meg, Istenünk, hogy megszoktuk, azt vesszük komolyan csak, amit mi a kezünkbe vettünk és megcsinálunk. Olyan sokat csalódtunk másokban, olyan sok ígéret üresnek bizonyult, olyan sok jó érzés visszájára fordult. Bocsásd meg, ha ezt terejád is átvisszük, és benned sem merünk feltétel nélkül bízni. Kérünk, szabadíts meg ettől a hitetlenségtől. És bátoríts minket arra, hogy nyugodtan rád bízzuk magunkat, testünket, lelkünket, a jövőnket, a sorsunkat, a szeretteinket, a népünket, a te egyházadat, hiszen úgyis te vagy annak az Ura. Szabadíts meg minket attól az önhit fontoskodástól, hogy mindent kezünkbe akarjunk venni, és attól reméljük a jó kimenetelt. Taníts meg azt a kezünkbe venni, amit te odaadsz. Taníts meg becsülettel végezni a munkát, nem fanyalogva, vonakodva. Taníts meg alázattal elfogadni a helyzetünket. Hadd lássunk meg amögött is téged, aki nagyon jól tudod, hogy melyikünk milyen helyzetben van, és aki a nyomorúságokkal is magadhoz akarsz közelebb vonni. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a nyomorúságok ne keménnyé tegyék a szívünket, hanem még nyitottabbá előtted. Így könyörgünk most különösen azokért, akik nagy nehézségek között élnek. Könyörgünk a nélkülözőkért, a reménytelenekért, a munkanélküliekért, az otthontalanokért. Könyörgünk azokért, akik úgy gondolják, hogy te távol vagy, vagy nem is létezel, akik úgy érzik, hogy az Isten háta mögött kell szenvedniük. Kérünk, hogy mosolyogja rájuk, hadd lássák, hogy a te színed előtt vagyunk mindnyájan. És segíts, hogy ne is akarjunk elmenekülni színed elől a te hátad mögé. Bátoríts, hogy abba hagyjunk minden olyan sötét tevékenységet, amit szeretnénk, ha te nem látnál. Segíts a te világosságodban járni. Így vezess minket a jövő héten is, és taníts meg sokkal jobban rád figyelni, neked engedelmeskedni, hozzád ragaszkodni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.